Sziasztok! A mostani videóban meleg, egyszerű meleg szendvicset fogunk elkészíteni. Kinek is köszönhet, hogy kinek köszönhetem most ezt a videót támogatja a videó? Eszély Digitál támogatott egy szendvics sütőre. Most ellen megpróbálom egyszerű szendvicset elkészíteni, gyorsan és egyszerűre. Mivel beelkezdni a szendvics készítésébe. Be kell valamit olvasni a 2019. november 15-én a Black Friday lesz az SZ Digitálnál. A link a leírásban lesz. Most a videóban egyszerű szemvisre fogunk elkészíteni, hozzá van párizsi, paprika, tömlőssal, ami nem maradhat ki, és kenny. Annyi egyszerűbben már nem is lehet elkészíteni a tömlőssalatot. De utána leteszteljük azt a ami eszény digitál küldött szendvicsütőt, milyen lehet, hol lehet megsütni a szendvicset, elektromos, és ez kicsit nagyon vigyázni kell. Aztán biztos jó lesz az. Itt a használati útmutató, elolvasom a fontos tudnivalókat, azt hiszem, hogy itt a végén van a sütővel kapcsolatban, akkor el is kezdhetünk sütni, vagyis elkezdhetünk készíteni a szendvicset. Ezt le is veszünk egyelőre, és akkor ide tesszük a tepsit. Két kenet, akkor egy tömlősalat, ami már le is vágtuk a végét. Most megkenjük. Nem a bonyolult, nehéz lesz a meleg szendvics, nagyon egyszerű lesz. Igaz, jobb lett volna valaként, de most egyelőre nincs. Ha úgyis Zoli bár videóban úgyis már ami tömlőssát a hiába nem a tömlőssát a sárga. Itt a párizsi, nem tudom, hol kéne kibontani. Szerintem itt kéne kibontani. Jaj, az a Balfi párizsi. De minden nem sikerült kibontani. Megpróbál olóra elvágni. Itt a csak sikerülni fog. Akkor most a tepsit véletesszük. Ja nem. Jó. Azt hiszem, hogy jó is lesz. Szerintem így nagyon jó lesz. Tesszük még a tömlőssalatot. Még most sem nagyon vagyok meggyógyulva, de na jobban vagyok, a megfázásból. Szerintem nagyon finom, egyszerű lesz ez a szendvics. Utána elkenjük a másikat is. Egyenletesen. Most is nehezebb tudom venni a levegőt. Most félretessük. És erős paprika karikákat vágok. Ezek is most összekentem. Először letisztítani. Azt hiszem, hogy néhány, ha aki szereti erős paprikát, akkor néhány pár karikát kell így várni.
Nem sokat, mert nagyon csípős lesz. Papka, jó lenne uborka is, de most uborka nincs. Egy kis tisztítés, ízesítés. De vigyázz, hogy az erős paprika. Hoppa, itt a paprika mag. Jó, ez már el is készült. Már letakarítsuk az asztalt. Most megfogjuk. Szép ide betesszük. És rátesszük a tetejét is. Egy kicsit benyomjuk. Azt hiszem, hogy milyen üzemben helyettük a gépet, elolvastuk a használati útmutatót, meg is tisztítottuk a gép, elmostam, tehát részletesen nem akarok bemutatni, videó, most soha nem lesz vége a videónak. Ennek sajnos kapcsolóan is, akkor sajnos be kell dugni azt a gépet. Bedugjuk a konnektort. Bedugtuk a konnektortba a vezetéket, és akkor beindítsuk a stoppert. Egy percig biztos sütni kell. Ja, vigyázzuk, azt a vasat nem szabad megéríteni, mert hamar felmerszik. El is készült a merg szendvics. Elkészült a merg szendvics, egyszerűen Párizsiból. Tömlősávban a legfontosabb, Zoli konyhából nem adhatok ki belőle tömlősat, meg is kóstolom milyen lehet. Keréből, tömlősávból, párizsiból, paprikából, egyszerű meheg szemviselet elkészítettek. És finom, nem is kerül sokba. Szemlésődő eszék digitál támogatott. Egy rövid mondatot szeretném beolvasni. November 15-ig Black Friday eszék digitál liga leírásban lesz. A meleg szemlés nagyon-nagyon finom volt. Ilyen jó, nem is hittem volna, elettem a sütőre, ilyen finoman lesz süti. Finom volt. Rövid időben ennyi volt. Akkor már más remélem tudtam valami segíteni, ez egy egyszerű szemlésre valamit tudtam segíteni, más nem tudom mit mondjak, csak annyit mondhatok, hogy köszönöm a eszék digitál segítséget, mert tényleg jó egyszerű pázsikből, kenéből, tömlősából, már nem is kerül sokba, és mégis valami, egy erős paprikából, mégis valami jó meg szemlésre lehet elkészíteni. Na akkor más annyit nem tudom mondani. Hello, 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 sziasztok!